károk az agráriumban pusztított a vihar, az Ibrányi, a Kisvárdai és a Kemecsei járás gyümölcsöseiben. Illegális csapadék elvezetés, a szennyvízhálózat kizárólag a keletkezett szennyvíz elvezetésére szolgál, figyelmeztet a Nyírségvíz ZRT. Átadták az idei Ratkó díjat, az elismerést Finta Éva, József Attila díjas költő, író, irodalomtörténész kapta. A gyümölcsösökben és a szántóföldeken is pusztított a múlt hétvégi vihar, ami azonban pozitív, hogy csak kisebb területeken vált menthetetlenné a termény. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hételei felmérése szerint nagyjából 9000 hektárnyi területen keletkeztek kisebb-nagyobb károk. Az érintett gazdák jogosultak lehetnek kárenyhítő juttatásra, erre a kár észlelésétől számított 15 napon belül nyújthatják be az igényüket. A földön hevernek a megyszemek bujon, az összeset leverte a viharos szél és a diónagyságú jég szombat éjszaka. Tömegével szakadtak le a fejlődő almák is a fákról, amelyek több 10 cm-es vízben álltak még hétfőn is. Az egyik helyi családi gazdálkodó szerint a fennmaradt gyümölcsök nagy része is menthetetlen. Nem sok jövője van az ilyeneknek, mert azok le fognak rohadni, és az a baj, ami még esetleg épledne mellette, azokat is elkezdi rohasztani. És a másik probléma, hogy itt ekkora hatalmas víz áll a gyümölcsösbe, a több mint 100 mm lehullott eső miatt rá se tudunk jönni, hogy egy rezes kezelés kaphatna, ami megállítaná, vagy megpróbálná ezeket a sebeket úgymond beforrasztani, de ennek még kell egy hét, hogy rá tudjunk jönni, és sajnos ez már menthetetlen lesz. A vihar a Kisvárdai, Ibrányi, Kemecsei járásban tombolt leginkább. Az agrárkamara szakemberei hétfőn végeztek bejárást az érintett területeken. Rácz Imre vármegyei elnök 35 perc című műsorunkban azt mondta, csak egy-egy sávban volt menthetetlenül romboló hatása a szélnek, a jégnek és a hatalmas esőnek. Kis területeket érintett, táblán belül egy-egy foltokat, illetve a napraforgóba, a kukoricákba okozott olyan károkat, amit úgy gondolunk, hogy még regenerálódik és ki fogja heverni a termés mennyiségbe, nem fog még beavatkozni. Inkább az okoz nagyobb területeken kárt, hogy 50 meg 55 mm és volt olyan hely, ahol 220 mm három havi csapadék hullott le pár órán belül, és ezek összefutottak, ugye nem olyan sikterep ez a mi megyénk, ezek a járások, dombozat övezi, és a mélyfekvésű területekre ezek a csapadékok összefutottak, és hát volt olyan 70-80 centis vizek álltak. Az eddigi felmérések szerint körülbelül 9000 hektáros területen keletkeztek kisebb-nagyobb károk. Az érintett gazdák jogosultak lehetnek kárenyhítő juttatásra, az erre való igényt az észleléstől számított 15 napon belül be kell adniuk. Ez majd a későbbiekben, az előbb is feltételes módba tettük, hogy azért a termés, bízakodunk abban, hogy termés csökkenés nélkül megúszta, de ha nem, azért egy kiegészítés mégiscsak ott lebeg az ember előtt, hogy ha nem, akkor mégis a kárenyítése alapban most 35 milliárd forint van, ami talán az utóbbi évben a legmagasabb, és én azt gondolom, hogy azokat az igényeket abból ki lehet elégíteni, ami jogos károk esetleg jelentkeznek, úgyhogy mindenkit arra is kérünk, hogy jelentkezzen be, és akkor november 30-án kell azt végül összesíteni, hogy keletkezett kár hozamkiesése származott, vagy nem származott, akkor van az elszámolás ideje, és akkor ezt, ha igen, jogos, akkor igenis számított kárenyítésre. Az igény beadásához szükséges adminisztrációs feladatokban a falugazdászok nyújthatnak segítséget a gazdálkodóknak. Nem a csapadék, hanem a keletkező szennyvíz elvezetésére szolgál a szennyvízhálózat. Hívják fel a lakosság figyelmét a Nyírségvíz ZRT szakemberei. A szolgáltatónak a múlt szombati vihart követően több településre kellett kivonulnia a károk elhárítása miatt. A csapadékkal kevert szennyvíz amiatt okozott problémát, mert sok helyen illegálisan a szennyvízhálózatot használják az esővíz elvezetésére. Szennyvízzel kevert csapadékról küldtek több településről is fotókat a Nyírségvíz ZRT szakembereinek. A felvételek a múlt szombati vihart követően készültek. A gyorsan lehulló, nagy mennyiségű eső túlterhelte a szennyvízhálózatot,
A szakemberek szerint a probléma nagyrészt amiatt alakul ki, mert sok helyen a szennyvízhálózatot használják a csapadékvíz elvezetésére is. Elméletileg nem kerülhetne bele a szennyvíz csatornába a csapadékvíz, de sok helyen össze van kötve a rendszer. Ez legtöbb esetben illegálisan kerül be a hálózatba. Mi mindent megteszünk a felderítésért, próbáljuk megtalálni azokat a pontokat, hogy hol kerülhet bele a szennyvízvezető hálózatba ez a csapadékvíz. Folyamatosan végezzük a felderítéseket, de kapacitás, illetve a lakosság, illetve azt is kérjük, hogy ők is legyenek partnerek ebben. Akinek tudja, vagy tudatosan, vagy tudta nélkül van bekötve a csatornába, a szennyvízvezető csatornába a csapadékvize, azt kérjük, hogy szüntesse meg, mert ezzel nagy bosszúságot tud okozni a lentebbi területen élőknek, mert valahol ez a megnövekedett vízmennyiség ki fog jönni a csatornából. Nem erre van tervezve a szennyvízvezető hálózat, ott a keletkező szennyvizeknek az elvezetésére van megtervezve, ezt egy esőmentes időben vígan elvégzi a maga a rendszer, a szivattyújaink, a hálózatunk alkalmas arra, hogy a keletkezett szennyvizeket elvezessék. Példaként mondom, hogy napi szinten Nyíregyházán keletkezik egy ilyen 14-15 ezer köbméter szennyvíz, egy ilyen esősebb időszakban pedig a szennyvíztó telepre akár 35-40 ezer köbméter szennyvíz is beérkezik a szennyvíztó telepekre. Ez azt jelenti, hogy a csapadékvíz megjelenik abban a rendszerben, ami elve nem erre van tervezve. Az extrém mennyiségű, gyorsan lehulló csapadék a vármegye nagyobb városaiban szinte mindig túlterheli a szennyvízhálózatot. Ennek egyik oka lehet az is, hogy jelentősebb a térkövezett és betonozott felületek nagysága, így a nagy mennyiségű eső egy része nem tud a talajba szivárogni. A problémát itt is tetézi a szennyvízhálózat illegális terhelése. A Nyírségvíz ZRT a visszaélések felderítése érdekében évek óta több fórumon is tájékoztatja a lakosságot. A szakemberek az illegális bekötések feltárásában is tudnak segítséget nyújtani. Általában az jellemző, hogy mindenki úgy tudja, hogy nem a szennyvízbe van bekötve, úgy vette a házat, azt mondta neki a vállalkozó, hogy el van szikasztva, de sajnos ez nem minden esetben történik így. Nem látnak be a föld alá, de mi ebbe is partnerek vagyunk, hogyha valaki nem biztos abban, hogy hova megy a csapadék csatornája, minket nyugodtan megkeresett, felkeresett, és segítünk felderíteni, hogy hova is van bekötve ez a csapadékvíz. Sok kicsi sokra megy elven, egy-egy utcába egy-két bekötésnek a feltárása, illetve megszüntetése is, hogyha így aprólékosan megyünk, akkor ez így előbb-utóbb sikert fog elérni, és kevesebb szennyvízzel kevett csapadékvíz kerül ki az utcákra. Nyíregyházán naponta átlagosan 15 ezer köbméter szennyvíz keletkezik. Egy jelentős csapadékot hozó vihart követően azonban akár 40 ezer köbméternyi mennyiség is beérkezik a szennyvíztisztító telephelyekre. A nyíregyházi járási ügyészség kábítószerkereskedelemmel vádolja azt a férfit, aki nem csak magának vásárolta a kábítószert, hanem ismerőseinek is adott el belőle. A 30-as évei végén járó férfi évek óta rendszeresen fogyaszt a köznyelvben csak speedként ismert kábítószert. Mivel hetente több alkalommal is megfordult Budapesten, onnan szerezte be a kábító hatású anyagokat, és nem csak magának, hanem ismerőseinek is adott el belőle. Az általa olcsóbban, nagyobb tételben megvásárolt amfetamint és marihuanát kisebb adagokra porciózta, és azt így értékesítette, de volt olyan is, hogy a nála sofőrként dolgozó személyeknek munkájukért cserébe ingyen adta. A nyomozók újfehértói otthonában ütöttek rajta a férfin, ahonnan egyik vevője éppen akkor távozott. A melléképület hűtőjéből a nyomozók hat kisebb és egy nagyobb tasakban kábítószert találtak, melyet lefoglaltak. Az ügyészség kábítószerkereskedelem miatt emelt vádat ellene. Beismerése esetén 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra tett indítványt vádiratában. Átadták az idei Ratkó díjat. Az elismerést Finta Éva, József Attila díjas költő, író, irodalomtörténész kapta. A beregszászi születésű, Sárospatakon élő alkotó már kora kamasz éveiben ismerte és szerette Ratkó József költészetét. Az égről teljes fényét rámveti a napbolyó, és káprázik szívem. A múltba tántorodnak képei. Átkelnek fagyon, tűzön és vízen. Finta Éva költészetéből kapott ízelítőt a hallgatóság a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban tartott Ratkó díj átadáson. A beregszászi születésű József Attila díjas alkotó nem csak az irodalomban, hanem a képzőművészetekben, zenében is jártas, sokoldalú művész, aki már korai kamasz éveiben is rajongott Ratkó József verseiért. 12 éves korom óta úgymond híve vagyok Ratkó József költészetének.
Ezt a rajongásomat bátran nevezhetjük annak a magyar tanárnőmnek, a Beregszászi Drávai Gizellának köszönhetem, aki személyesen is ismerte Ratko Józsefet, Váci Mihályt, levelezésben állt velük, meg is látogatta őket. Úgyhogy ez az intenzív barátság, meg a költészete, ez olyan alapvető részévé vált az én korai ifjúságomnak. A Ratko József díjat a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány a költő szellemi és művészi teljesítményének emlékére alapította 1993-ban. Az elismerést azok az alkotók kapják, akiknek életműve, értékrendje megkérdőjelezhetetlen, és Szabolcs-Szatmár Berekhez is sajátos kötődésük van. A díjat 2006-ban fogadta be a Szabolcs-Szatmár Berek vármegyei önkormányzat. A 20. század rendszerváltozás előtti évtizedeinek legjelentősebb alkotója a megyében, a vármegyében, Nagykáló városában, Ratko József volt, az ő emlékét örökítettük meg ez a díjjal, illetve örökítették meg ezzel a díjjal, azt ezt a díjat a megyei önkormányzat örökbe fogadta, és így már a megyei kitüntetési rendszer részeként, irodalmi díjként szerepeltetjük ezt a társadalmilag alapított kitüntetést, elismerést, és nagyon örülünk, hogy ezzel minden évben olyan alkotót tudunk elismerni, akit a szakmai zsűri, a társadalmi zsűri arra érdemesnek talált, így lesz ez ebben az évben is. Finta Éva 17 évesen kezdett írni, 1972 óta pedig folyamatosan publikál, főként verseket. Tanárként közép- és felsőoktatásban is dolgozott, verseit előszeretettel zenésítették meg. A jelentősebb feldolgozások Bárdos Lajos, Rózsa Pál, a kárpátaljai Krédó együttes és Dinnyés József nevéhez kapcsolódnak. Rádiós újságíró, filmrendező, színésznő és Magyarország ENSZ ifjúsági nagykövete. Ilyen titulusokkal érkeztek előadók a nyíregyházi Ridenc középiskolába, ahol a sajátos nevelési igényű diákok egy pályaválasztási tábor keretében nyerhettek betekintést különböző karrier történetekbe és szakmai rejtelmekbe. Sipos Marianna rádiós újságíró mesél a szakma rejtelmeiről sajátos nevelési igényű diákoknak Nyíregyházán. A tábor ötletgazdája a Vizityúk Vizitúra Egyesület az autistákért volt, amely idén már tartott hasonló foglalkozásokat a nyíregyházi Ridenc gimnazistáinak, és a jövőben is tervezik az intézménnyel való szoros együttműködést. Azt vettük észre, hogy a sajátos nevelési igényű fiatalok karriertörekvéseit nagyon kevesen veszik komolyan, és még kevesebben fektetnek abba energiát. Most akár iskolai keretezésről beszélünk, akár munkaerőpiacról a későbbiekben, hogy valós perspektívákat tárgyanak a fiatalok elé. Meglehetősen kevés azoknak a szakmáknak a száma, amit egy sajátos nevelési igényű fiatal ki tud tanulni, ha csak nem nagyon magasan funkcionáló gyermekről beszélünk. Simon Gabriella hozzátette, a cél az, hogy önismereti alapokat adjanak a gyerekeknek, és segítsenek nekik felfedezni azt, hogy miben lehetnek a legjobbak. Fekete Marianna, a Ridenc igazgatója szerint az itteni diákok számára különösen fontos, hogy a tanórától függetlenül is betekinthessenek a különböző alternatív karrier lehetőségek világába. Ők kerékpárszerelők, családellátók, számítógépes adatrögzítő szakmán tanulnak, és ez a nyári összefüggő gyakorlat, ami most részt vesznek, ennek része ez a pályaorientációs foglalkozás. A gimnáziumi tanulóknak ez nagyon hasznos, hiszen ők még ezután fogják eldönteni azt, hogy merre tovább, milyen szakirányban, illetve a szakmát tanuló diákjaink és 9 előkészítő után többfajta szakmát választanak, illetve több szakmát próbálhatnak meg, és érvényesülhetnek a további életükben. A második nap meghívott vendége Sipos Marianna mellett Magyarország ifjúsági ENSZ nagykövete volt, aki a fiatal korosztály számára igyekszik eljuttatni a szervezetet foglalkoztató aktuális témákat, kérdéseket, miközben egyfajta párbeszédet képvisel a szervezet és a civil lakosság között.
Minden évben az ifjúsági küldöttek választhatják ki, hogy mik azok a témák, amikkel foglalkoznak, ezért már az előző években is nagyon színes programokat vittek a korábbi ifjúsági küldöttek. Nálunk ez a nemek közötti egyenjogúság, illetve a minőségi oktatás, azon belül pedig a kulturális nevelésre próbáljuk a fiatalokat ráhangolni, és ez így van, ahogy az előbb elhangzott, hogy egyfajta társadalmi érzékenyítő szerepe is van, az, hogy a fiatalokat aktivizáljuk. Egy nagyon-nagyon fontos pillér a mi munkánkban az, hogy összekössük a döntéshozókat és a fiatalokat, tehát ez az a hit teremtő szerep, ami nagyon-nagyon hangsúlyos nálunk, és oda-vissza működik a párbeszéd, szóval nem csak a fiatalok mondják el a véleményüket rajtunk keresztül a döntéshozóknak, hanem talán ezt a döntéshozói szférát és azt a dolgot, ami kicsit megfoghatatlan, azt közelebb hozzuk a fiataloknak, akár az ENSZ-es értékeket, akár hogyha a közigazgatásra vagy a közéletre gondolok Magyarországon. A pályaválasztási táborban a diákok filmrendezővel és színművésszel is beszélgethettek, akiktől megtudhatták, hogyan alakíthatják ki saját művész identitásukat, vagy miként tudják kihozni magukból és a megfelelő módon érvényesíteni a kreatív energiákat. Sándor Tamás lett az NB3-ba feljutott Máté Szalkai futballcsapat vezetőedzője. A 14-szeres válogatott korábbi labdarúgó edzőként már dolgozott Debrecenben, és irányította a Sényő csapatát is. A Máté Szalkai MTK szerdán kezdte el a felkészülést. Egy 50 négyzetméteres, 10 kondicionáló elemmel felszerelt, 5 cm vastag ütésálló gumiréteggel ellátott, kondiparkkal gazdagodott a nyíregyházi Ötvös iskola sportudvara. Az 5,8 millió forint bekerülési költségű kondiparkot TAO sporták fejlesztési programjának részeként a nyíregyházi kosárlabda klub készítette el az intézmény számára. Műfűves focipálya, műanyagborítású szabadtéri kosárlabda pályák, futó és ugróhelyek. Eddig sem volt szegényesnek mondható a nyíregyházi Ötvös sportudvara, most azonban tovább bővült a fiatalok számára rendelkezésre álló sporteszközök száma. A nyíregyházi kosárlabda klub több mint másfél évtizede áll kapcsolatban az intézménnyel. Korábban már több fejlesztéssel járultak hozzá a sportolási körülmények javításához, a legújabb beruházásuk pedig egy szabadtéri kondipark. Az 50 négyzetméteres, 10 kondicionáló ellemmel felszerelt kondipark 5,8 millió forintos bekerülési költségét az NKK biztosította TAO-s forrásból és saját erőből. 2007 óta csinál a Nyíregyházi Kosárlabda Klub kosárlabda sportot, azóta próbálunk itt az Ötvös gyakorlóban kosárlabdázni, kisebb-nagyobb sikerrel, most a vége felé nagyobb, tehát 2007-ben kezdtük, de 2014-ben fordult ez nagyon komolyá, hiszen akkor felújítottuk az iskola tornacsarnokát, TAO sportfejlesztési programunk részeként, majd 3 évre rá megépítettünk 2 szabadtéri kosárlabda pályát gumibarítással, és most ennek az együttműködésének a 4. része egy szabadtéri kondicionáló parknak az átadása itt az iskola sportudvarán. Az Ötvös a Nyíregyházi Egyetem gyakorló iskolája, így a felsőoktatási intézmény számára sem mindegy, hogy milyen körülmények között oktathatnak hallgatóik, és milyen körülmények között sportolhatnak a diákok. Egy közel 1000 fős diáklétszámot tudhatunk magunkénak a Nyíregyházi Egyetem berkein belül, és tudjuk azt, hogy nálunk kiemelt helyet foglal el a sportszakos képzéseknek a fejlesztése, és valóban utánpótlás is jelent a hallgatói létszám vonatkozásában, meg a város sportéletében is az a diáklétszám, amelyik itt tanul az Ötvös József gyakorló általános iskolában. Ehhez viszont az infrastruktúrát is meg kell teremteni, ennek vagyunk ma egy szép példáján, amikor átadtuk ezt a külső kondiparkot. Mint az Ötvös igazgatója elmondta, a labdajátékok mellett atlétikában, tornában és versenytáncban is sikeresen szerepelnek évről évre az iskola diákjai. Az iskolánk életében nem csak a diák létszámhoz kapcsolódóan kell, hogy kiemeljem ezt, meghatározó szerepet tölt be a sporttevékenység, annak különböző formái. Ahogy említettem, köszöntőmben az éptestben éplélek elvét valva nagyon fontosnak tartjuk, a preventív egészségmegőrzés szempontjából is nagyon fontosnak tartjuk a sporttevékenységet. Nyilván itt ugye a mindennapos testnevelés tanítás, tehát a hivatalos, az oktatási jellegű, és ehhez kapcsolódik az amatőr sporttevékenység, szabadidősport és a tehetséggondozó versenysport tevékenység, és ez meghatározó, tehát az iskolánk életében fontosnak gondoljuk.
Az átadót követően az NKK fiatal kosarasai egy rögtönzött bemutatóval igyekeztek kedvet csinálni a kondipark használatához. Mire a diákok visszatérnek a vakációról, már komfortosabb környezet várja őket, ugyanis a nyíregyházi kosárlabdaklub ráadásként nyáron parkosítja a kondipark környékét. Híradónk végére értünk, úgyhogy jöjjenek főpíreim még egyszer néhány mondatban. Nagyjából 9000 hektárnyi termőföldön és gyümölcsösben keletkeztek kisebb-nagyobb károk az elmúlt hétvégi vihar során. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hételei bejárása azonban azt mutatja, csak kis területen ment tönkre teljesen a termény, amit a teniszlabda nagyságú jégdarabok okoztak. Az érintettek jogosultak lehetnek kárenyhítő juttatásra, erre a kár észlelésétől számított 15 napon belül nyújthatják be az igényüket. Nem a csapadék, hanem a keletkező szennyvíz elvezetésére szolgál a szennyvízhálózat. Hívják fel a lakosság figyelmét a Nyírségvíz ZRT szakemberei. A szolgáltatónak a múlt szombati vihart követően több településre kellett kivonulnia a károk elhárítása miatt. A csapadékkal kevert szennyvíz amiatt okozott problémát, mert sok helyen illegálisan a szennyvízhálózatot használják az esővíz elvezetésére. Finta Éva költő, író, irodalomtörténész kapta idén a Ratkó József díjat. Az elismerést a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány 1993-ban hozta létre. A díjjal azokat az alkotókat ismerik el, akiknek életműve és értékrendje megkérdőjelezhetetlen, Szabol Szatmár Berekhez pedig sajátos kötődése van. Kedves nézőink, június 27-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírműsorral pénteken este jelentkezünk, addig is várja önöket a weboldalunk. Én pedig már a munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Péntekre már csökken a légköri labilitás, a szárazabb levegő határozza meg időjárásunkat. Túlnyomó rész napos, délután mérsékelten gomoly felhős, az évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékletű nyári időnk lesz. Délután elvétve záporok, zivatarok kialakulása előfordulhat. A hőmérséklet maximumai napközben 28 és 32 fok között alakulnak.